Horváth Péter vagyok. Egy olyan videóról, vagy témáról lesz szó, mi nagyon fontos az ember élet után, hogy hova kerülünk, hogyha meghalnak az emberek. A legtöbbsége azt mondja, hát semmi, megszűnünk, vagy más formába térünk vissza, stb. A zsidók az így. De itt legjobb a 11.3 versnél azt látod, hogy titátja értjük meg. A világ Isten beszéd által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból átterül. Tehát itt az volt, amit még nem láttunk, Isten szót egyre, és meg lett. És így lett a láthatatlanból láthatóvá. Például ez olyan, mint az ember rajzol. Nem tudja, hogy milyen lesz a rajz, amíg el nem készül. Ilyen volt Isten is. Nem tudta pontosan, most legyen mi verzum, aztán azt hogy fog kinézni, de aztán átgondolta, legyen nap, hold, csillagok, bolygók, az oda menni, az oda. Megtervezte. És így jött létre a mindenség. Csak egy szó-szó, egy szavára minden lett. Úgyhogy a sillet semmiből valami. Szóval, ez még csak egy kis idézet. Hogyan lehet a membe kerülni? Ez a legfontosabb dolog. Most nem akarok senkit sem feldűjteni, de hogyha valaki nem foglalkozik Isten igényével, vagy nem imádkozik, hogyha egy szót sem szólok, aki ezt a világot teremtette, nem akarok megsérteni senkit, de annak nem lesz jó vége. Mert ha már valaki létrehozott valamit, én azt mondom, azzal foglalkozik kell. Pontosan. Mert ha nem foglalkozunk ezzel a dolgokkal, annak nem lesz jó vége. Kérdezzük ki, amik fiatalok vagyunk, de most gondoljuk el. Hát nem lehet a pakolba. Hát van ott jó pára. És hát ember van a menbe? Ott is jó pára. És kik kerülnek a menbe? Hát ezt leginkább Isten tudja őszintén szóval. Én csak annyit tudok mondani. Foglalkozzatok Istennel. Olvassátok a Bibliát. Adjatok hálát Istennek azért, ami van. Mert hogyha senki szót nem szól Istenről, vagy ne olvassa a Bibliát, legalább 5 fejezetet, az nagy happy endre ne váljon. Sok ember csodálkozik, hogy miért kerültek a pokolba? Hát azt csak is te tudhatod igazából. Mert ha nem foglalkozol Istennel, nem foglalkozol az, aki teremtett téged, és nem foglalkozol az igével, hát akkor oda kerülsz, a pokolba. És még van a pokolba? Tűz, láva, csontvázak, démonok, bukott angyalok, akik kínoznak, vernek, legalábbis hát szellemileg, mert ott már Pest nem lesz, és ott nem lesz vége a domorban. Nem lesz vége, ott plusz 100 000 fok lesz, de még lehet, hogy annál is több. Tehát, ha jót akarsz, kerüld el azt a helyet. És hogyan? Mondom, kerülj Istennek kapcsolatban, de sokkal mondjuk annyi vallás, ha most melyik az igazi? Melyikben Isten van és Jézus. Az az igazi. De ezért ne felejtsd. Vannak azért szabályok, amiket be kell tartani. Az első, hogy bálványokat vagy képeket ne imádj, mert az bálványimádás. Tehát ez nagyon fontos dolog. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes elmédből, és a te embertársadat, mint önmagadat. Ha van pénzed, adj a szegénynek. Jézus korában is így volt. Erről lenne 10 órás videót csinálni. De a legfontosabb, kerülj kapcsolatba Istennel. Hogy keresd egy gyülekezetet, vagy egy egyházat.
Hát imádkozz, az a legjobb, ima, ima. Másképpen nem jutsz be a mennybe. Ez van. És higgyétek el, ott elkezditek a gyülekezetben járás, a Bibliával foglalkozni, a imádkozni, az a legjobb az életed igazából. Elhűtöd az elje, unalmasnak tartja az ember, de ott, ha belevág, az az életre szóló olyan lesz. Én már csak tudom. Lesznek közben nehézségek is, hát miben ne legyen, ugyebár. De ígyjétek el, ha egyszer belevágtok, abból csak jól fog kisülni. Úgyhogy, ja. Szóval, én annyit tudok mondani, nézzétek meg azt a 25 perc a pokolba, és szerintem jobban akarjátok ti a ment, mint a pokolba. Úgyhogy, azt tudom mondani, imádkozzatok, olvassátok a Bibliát, járjatok gyülekezetbe, mert ez a legfontosabb, ha a mentbe kerül. Mert ha ezek közül egyeset tettél meg, akkor nagy csodát tényleg ne válj. Mert ha eljön a vég. De sajnos ismer pár embert, aki szerintem ott van a legrosszabb helyen. Most nem akarok senki sem megsérteni, de ez a valóság. Hát így röviden lenni, ebből lehet, hogy lesz egy sorozat is, de maradjuk annyiba ima, bibliaolvasás, és gyülekezetbe járás. Ez a három kell tudom ember körül. Ha ez nincs meg, el fogsz veszni. Sajnos. Úgyhogy ez a legfontosabb. Tarts ki az Úr mellett, és a hited mellett, mert hidd el, egyszer minden jó lesz. Csak higgyél az Úrban, és a támogat. Bízzál benne. Lehet, hogy most itt van ez a vírus, de most a vége. Ezért is imádkozhatsz, hogy vége legyen a vírusnak, hogy az ember társadalmiért is, hogy ne rossz legyen neki itt az életük, hanem jobb legyen az élet. És ezzel nagyon nagy haladás és kedvesség tőled. Hát ha te kedves vagy, akkor veled is kedvesek lesznek az emberek. És ez a legfontosabb. Ha te valakinek kedves veled, hát akkor az van az ő gondja, nem a tél. Ez az, ja. Szóval akkor itt röviden enni, remélem itt alapvetően tudtam segíteni. Ha van kérdés, lehet kommentálni, feltenni videó alá, és válaszok rájuk. Én Horváth Péter voltam. Sziasztok!